Véget ért a tanév a Berkesdi Fekete István általános iskolában is. Idén összesen 17 gyermek ballagott, és összesen 104 tanuló fejezte be a 10 hónapos időszakot. A kisiskolában átlagosan 13 fős osztályok voltak, mondhatni idilli létszám a minőségi tanításhoz. A szakemberek szerint közvetlenül így a kapcsolat a gyerekekkel, az egyénre szabott képzés és felzárkóztatás is jobban megoldható. A tanév végén könyv és tárgyi jutalmakat kaptak a tanulmányi és egyéb versenyeken kiemelkedő teljesítményűjtő diákok. Hát én éppen most írom az évvégi beszámolót, hamarosan közeledik a tanévnek a lezárása, így a nevelőtestület részéről is, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon tartalmas volt ez az idei tanévünk, rengeteg programunk volt a tanítási órákon kívül, és hát ezek a programok mind segítették azt, hogy itt az iskolában jól érezték magukat a gyerekek, legalábbis én bízom benne, és úgy gondolunk vissza mindannyian erre a tanévre, hogy nagyon hasznos volt. Nagy volt a finish itt az utolsó hetek, hónapok, igen. Gyakorlatilag sokan próbálták egy kicsit javítgatni a bizonyítványokat? Igen, ilyenkor van mindig a nagy hajrá, az évvégi felmérések, és hát azért ilyenkor a gyerekek is érzik ennek a súlyát, hogy nem mindegy, hogy a bizonyítványban milyen osztályzatok kerülnek évvégén. Persze évközben is nagyon sok munka volt, amellett, hogy otthon tanultak a gyerekek, és itt délután, akár a napköziben, hiszen tanulmányi versenyeken, sportrendezvényeken is részt vettek, és öregbítették az iskola érnevét. Igen, itt a falon az iskolában láthatók ezek a tablók. Ezek azt bizonyítják, hogy gyarapodtak ezek az oklevelek. Részt vettünk országos versenyen, részt vettünk megyei versenyeken, szűkebb körű versenyeken is, és azért elmondhatom, hogy első három helyezett dobogós versenyeken, amelyen részt vettünk, sikerült hoznunk szép eredményeket. A Berkesdi Fekete István iskolának mik az erényei? Mitől jó ez az iskola? Hát ez az iskola jó azért, mert nem vagyunk sokan. Sok esetben ugye azt szokták mondani, hogy a kis létszámú iskolák és a kis iskolák nem tudják nyújtani azt a tanulók számára, mint egy nagy iskola. Én ezt mindig megcáfolom, mert annak ellenére, hogy kevesen vagyunk, éppen ezért nagyon tudunk figyelni a tehetséges tanulóinkra, tudunk figyelni a gyengébb képességű tanulókra, akiket fejlesztünk, és a másik, ami nagyon fontos, hogy családias a légkör, mindenki mindenkit ismer, mindenkire tudunk figyelni, tehát ez mindenképpen előnye az iskolának. Persze mindig van visszacsatolás. Visszacsatolás az, ha fölveszik a gyerekeket középiskolába, akár gimnáziumba. Visszacsatolás az, hogyha jó pár év múlva jön az igazolás, hogy egyetemre, főiskolára járnak az innen kikerülő gyerekek, mert hogy nem jó alapokat kaptak Berkesden. Én azt mondom, éppen a beszámolomba is azt írtam, hogy minden évben megkapjuk a középiskoláktól a tőlünk elment gyerekek eredményeit, és azt mondhatom, hogy az itt szerzett osztályzataikat megtartják. Tehát nagyon kevés az a gyerek, aki lemorzsolódik, vagy rosszabb jegyet kap, mint amivel itt a 8. osztályban elballagott. Persze érdemes szót ejteni arról a kiváló tantestületre, amely ezt a munkát prezentálja jövőről évre. Igen, 13-an vagyunk. Mondhatom, hogy most már a 13 nevelő közül nagyon sokan, nagyon régóta itt vagyunk, tehát évtizedek óta. A fiatalabbak is már több mint 5 éve, 5-6 éve itt vannak.
tehát egy jó kis közösség kovácsolódott össze, segítjük egymás munkáját, és nyilván ez is számít abban, hogy a gyerekek eredményei is jók. Milyen gondolatokkal készült a tanévzáróra, amely egyben ballagás, és ilyenkor meghitt a hangulat, és kicsit fájó is? Igen, mindig sajnáljuk, amikor egy osztályában ballag, de hát ez mondjuk természetes, és ilyenkor különösen érdekes volt, hogy ez a mai, vagy mostani 8. osztály, ez tanulmányi eredményben is, és magatartásban is mondhatom, hogy példamutató volt a kisebbek részére is. Tehát nem romlott a tanulmányi eredmény, nem romlott a magatartás, tehát nem lehetett rajtuk észrevenni azt, hogy na már kifelé tartunk, nem számít, hogy milyenek vagyunk ebben az iskolában. Ilyenkor évvégén büszkén emelnek ki egy-egy osztályból diákokat, akik könyvjutalmat is kapnak, akik megérdemlik a munkájukért? Igen, minden tanévzáró ünnepén könyvjutalommal és tárgyi jutalmakkal is értékeljük azokat a tanulókat, akik különösen szép eredményt értek el, és ebben támogatást kapunk a Berkesdi Iskoláit közalapítványtól, és a különböző önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, tehát német önkormányzatok, nem csak a helybeli, hanem a perekedi, szilágyi önkormányzatoktól is. Mi az ön búcsú gondolata azoknak, akik most elballagtak innen Berkesdre? Hát én egy Fekete István idézettel fejeztem be a búcsúztató szövegemet, ami arról szólt, hogy minden patak időnként ki megy a medréből. Pontosan idézni most nem tudom, tehát a lényegét szeretném mondani, de fontos az, hogy visszataláljunk a régi mederbe. És ezt a régi medret kértem a gyerekektől, hogy találják meg ők is, akár úgy, hogy visszajönnek az iskolánkba, akár a szülői házba. Köcsözünk attól, ki minket éveken át a jóra intett, tanított, svédet, hogyha kellett, így cseperedtünk fel szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharba vitt minket, félt veszinte karba lelkünket, óvta a jövendő záporoktól. Volt otthonunk és legtöbbünknek, anyánk a bánki kísért minket, de amit ők nem tudtak adni, azt kaptuk itt, 8 év alatt mi. Apró gyermekként még remegve léptünk be az épületbe, és most úgy megyünk el, hogy az élet titkokból tiszta törvényé lett. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy a hosszú pár éves múltunk alatt, azt itten megtanultuk. Feledheti anyát a gyermek, álmában új életek elnek, sérek korban is fénybe állnak, gesztusai elmúlt szaválnak. Épp így mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve szépen, visszük azokat, kik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek, s pajzsként emeljük, hogyha zordul, kínoknak kardja rám csigordul. Mert az a pajzsunk, az a beltünk, mit itt tanultunk, s végig éltünk. Mind a három osztályra mondhatom, sőt, még az előző iskolámat is belevéve nekem csak jó osztályaim voltak. Ugye legfrissebb élmény ez a kis társaság, akit most búcsúztattunk. Igyekeztem úgy alakítani a kapcsolatunkat, hogy jól érezzék magukat az iskolában, illetve a délutáni vagy az iskolán kívüli programokban, ahol a szülők is nagyon sokat segítettek, mert nélkülük ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. Nagyon aranyos kis társaság volt, külön kis egyéniségek természetesen. Volt olyan gyermek, akiket évekig matek versenyre tudtam vinni, én tanítottam nekik a matekot, de olyan kis pajtás is volt, aki szavaló versenyen vett részt, sportversenyen, tehát minden gyerekben van valami érték, amit a mi feladatunk, hogy megtaláljunk. Mondhatni, ez egy kis család is volt ebben a négy esztendőben? Igen, igen. Éreztem is a szeretetüket. Nagyon sokszor beléptem az iskolába, már futottak felém, jöttek felém, hogy vagy amit hoztunk, mert ugye gyűjtögettünk hulladékot, ez a pontszerző verseny egy része volt, akár papír, akár bármilyen hulladékot hoztam, segítettek, vagy ha csak a saját kis cokmokomat, ebben is segítettek, de olyan is előfordult, hogy ügyeltem, és
jövünk ám, segítünk figyelni a picikre, tehát éreztem folyamatosan a szeretetüket. Mennyire nyíltak meg a tanárnő számára, mondhatnék, gondjukkal, bajukkal is felkeresték folyamatosan? Hát ez nagyon egyéniségfüggő. Van, aki zárkózottabb, nagyon különbözőek voltak a gyerekek, de kisebb társaságban, esetleg négy szem közt előfordult, hogy meg tudtuk beszélni a problémáikat. Fogják tartani a kapcsolatot? Teszem azt Facebookon? Hát eddig is Facebookon is tartottuk a kapcsolatot, és nagyon remélem, hogyha bármilyen problémájuk van, vagy csak elmennek itt az iskola előtt, és eszükbe jut ez a négy év, akkor megtalálnak engem. Három ballagó osztály, háromszor meg is szakadt kicsit a szíve, mondhatjuk? Igen, igen, én mind a három osztályt megsirattam, sőt, a negyediket is, a régi osztályomat, de ahol nem vagyok osztályfőnök, ott is lehet, hogy a korom tesz ide, nagyon el tudok érzékenyülni, hogyha a búcsúról van. Persze az ember életét kicsit bearanyozza, hogyha olyan munkahelyen dolgozhat, ahova érdemes bejárni, ahol jó érzi magát abban a 8-10 órában, amit bent tölt. Ilyen ez az iskola, itt Berkesdön? Igen. Nagyon sokszor már az osztályban is tanórán, hogyha esetleg gondjaim vannak, a gyerekek között mindig elfelejtettem a problémámat, és akkor ott az ott felmerülő feladatok és gondok foglalkoztatnak elsődlegesen. Persze hosszú egy tanév, jól esik majd egy kis pihenés, rápihenni a következő tanévre, aztán újra hajrá. Hát igen, elfáradtam, szó se róla, ebben a 10 hónapban is. Meg van is egy kis feladatunk, még előttünk állnak egy-két befejezetlen feladatok, de valóban, hogyha nyáron összeszedem magam, feltöltődöm, akkor a következő társaságot is nagy szeretettel várom. A most ballagók mind tovább tanulnak, gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakiskolában kamatoztatják megszerzett tudásukat. Az iskola több mint 10 éve német nemzetiségi nyelvoktató intézmény, ami azt jelenti, hogy minden nap vannak német órák, emellett német hon és népismeretet is tanulnak a gyerekek. Berkesdre a közeli falvakból érkeznek a tanulók, itt Perekedről, Szilágyról, Elendről, sőt Pécsről, Nagykozáról, Bogárról is akad egy-egy bejáró diák. Jelenleg a tanév adminisztratív zárása folyik, majd a gyerekekhez hasonlóan a tanári kar is megkezdi jól megérdemelt pihenőjét. Szeptemberben ismét becsöngetnek, és minden mehet tovább. A mostani hetedikesek lesznek a ballagó osztály, és egy év múlva ők is kirepülnek majd az iskolai fészekből. Ez az élet menete és rendje.